Ingatlan befektetés vagy cégépítés. Én Kőházi Csaba ingatlan befektető vagyok, és tőkenövelés ingatlannal rövid távon 2024-ben címmel ingyenes online előadást tartok. Február 24-én 10 órakor itt alattam most kattints, iratkozz fel a hírlevelemre és kapni fogod a linket. Ez azért érdekes kérdés, mert a kereskedőim találkoztak ezzel a kérdéssel, és engem baromira meglepett, hogy valaki ingatlanba akar fektetni, és van rá pénze, és akkor az kiépítés, akkor megtanulja, és akkor milyen szuper az élet. És ezt a pénzt, amit ingatlanba fektetett, ezt a plusz, ezt igazából cég építésre akarja fordítani. Tehát az ingatlan befektetés szerintem megtanulni, a saját példát mondom, jól kiművelni magad, azért mondjuk úgy, hogy egy évtizedet azért tegyél bele bátran, és akkor már eléggé profi leszel. Rövidebb idő alatt is meg lehet csinálni természetesen, főleg ha tőlem tanulsz, de alapvetően azért bizonyos dolgokat csak az idő old meg, ez a lényege röviden. És engem azért lepett meg ez a cégépítéses, nem tudom, ötlet, mert tulajdonképpen beleteszel ingatlanba a fél életedet idézőjelbe, kijössz belőle és jól jössz ki belőle, és utána kezdesz el céget építeni, ami szerintem egyébként sokkal nehezebb, és el kell döntened, hogy a céges oldalon akarsz te pénzt keresni, amíg aktív vagy, vagy pedig az ingatlan befektetői oldalon. Mindegyikkel lehet kezdeni, tehát nyugodtan kezdheted alkalmazottként, vállalkozóként, cégvezetőként, befektetőként, de igazából döntsd el, hogy hol akarsz te karriert csinálni, és itt sajnos a fiatal korod dat kell erre felhasználni, tehát az nem jó, hogy én 40 éves koromig ingatlanba fektetek, és tulajdonképpen dőzsi-bőzsi és hátra is dőlhetek, majd azután 45 évesen elkezdek cégbe fektetni és céget építeni, nem nagyon fog működni. Az alapokat fiatalon fogod tudni megteremteni, később már nem lesz meg az a tűz, az a spirit, magamról is beszélek sajnos, hogy 20 évesen azért jóval többet rohangáltam, jöttem, mentem, kevesebb volt a tudásom, most, hogy megvan a tudásom, már nem kell annyit jönnöm, mennem, de ettől függetlenül bizony, tehát nem ezt ajánlom. Meg lehet csinálni természetesen, de én úgy gondolom, hogy döntsd el, hogy melyik oldalon akarod kezdeni az életpályádat, és utána hova akarsz ezzel eljutni, és két lovat akarsz egyszerre megülni, én ezt a legjobb szívvel mondom neked, hogy nem ajánlom. Viszont a tőkét növelni ingatlannal, hogyha meg akarsz tanulni rövid távon, és meghozzá ebben a piacban, akkor most itt alattam iratkozz fel a hírlevelemre, és ingyenes előadásra várlak szeretettel február 24-én 10 órakor, úgyhogy kattints most, és tényleg találkozzunk. Szia!